Az én függőségi sztorim az a születés pillanatában kezdődött. Mindent, ami egy embernek fontos, azt elvett tőlem a szer. Minden belső érzésemet, minden emberi kapcsolatomat, minden anyagi dolgot, tehát egy ilyen teljesen kiüresedett zombivá váltam, de jött a drive, hogy igazából nem anyagért kéne mennem, hanem ki kéne nyírni magamat, mert semmi értelme egy ilyen életnek. Tehát nem a drogokkal van a baj, hanem a függőséggel van a baj. 2022-t írunk, aki nem függ semmitől, nekem az is gyanús. Tehát itt, ott is azt gondolom, hogy valami probléma van. Így a függőségek korát éljük. Nekem az volt, hogy választanom kell. Tehát ez nagyjából, mint a Matrixban. Most vagy megdöglök, vagy akkor élek, és felvállalom annak az életnek a szürkeségét, a szarját, azt, hogy minden nap ugyanarra kelek, és hogy minden nap el kell menni dolgozni, és nem tudok. Tehát, hogy felvállalom azt Buddha első igazságát, hogy az élet szenvedés, és nem menekülök tovább a szenvedés ellen. És tulajdonképpen azzal lesz vége a szenvedésnek, hogy én nem menekülök tovább.